Emlékszem, amikor megkaptam az első egeremet, az egy görgősegér volt, valami szerintem neve nincs márka, és amikor megfogtad, teljesen műanyag volt az egész, és alul volt egy ilyen kis görgőszerűsége, ami görgőt egyébként egy ilyen erőteljes, izmos, jobb csavarással leszettél egy ilyen kis védőpanelt, és be tudtad rá tuszkolni azt a görgőt. Állandóan koszos volt, az asztalról felszette az összes retket, nagyon-nagyon durva volt. Hát eltelt azóta gyakorlatilag körülbelül 20-25 év, hát hogy 20 év, és felsorakoztak előttem a mostani azuszos gémeregerek. Nem voltam eddig egy egér szakértő, egészen mostanáig azt gondolom, viszont most nagyon-nagyon sokat néztem utána az egereknek, és nagyon felkészültem ezekből a témákból. És hát azt vettem észre, hogy rengeteget változott így a piac, rengeteget változtak a trendek, lézeres, optikai, a görgő ugye már sehol nincsen, és hát a kialakításokban is, illetve a kapcsolódási pontokban wireless, bluetooth, kábel, úgyhogy lesz mit megnézzünk, tartsatok velem, hogyha érdekelnek az egerek, és hát lássuk meg, hogy mi is változott gyakorlatilag ez alatt az idő alatt, illetve hogy hol tartunk most. Még mielőtt elkezdeném a videót, és nagyon belemennénk itt a kéztartásokba és egyéb dolgokba, szeretném kihangsúlyozni, hogy igen, tudom, hogy elsősorban nagyon-nagyon sok embernél a pénztárca a mérvadó, és nem feltétlenül teheti meg azt, hogy különböző 40-50 ezer forintos egerek közül választ, viszont abban az esetben, hogyha van választási lehetőséged, és eldöntötted már, hogy mondjuk milyen értékben szeretnél egeret vásárolni, akkor azért nem árt utána nézni, nem árt olvasgatni, és nem árt esetleg kipróbálni, hogyha tudod, nagyon-nagyon fontos, hiszen különböző kéztartások vannak, nem mindegy egyébként, ezt én sem tudtam, hogy nem mindegy, hogy milyen egeret veszel, ugye különböző egereket gyártanak különböző kéztartásokkal, valamelyikre ez jó, valamelyikre az jó, csak ugye kicsit így belemenjünk a részletekbe, ugye vannak egértartási variációk, amikről most itt beszélek nektek. Van a tenyeres fogás, amit más néven palm grip, ez a legelterjedtebb fogás, ennél az ujjaink és a tenyerünk nagy része az egeren nyugszik. Ha mindig így tartod, nyomod agyon a kütyüt, akkor a szélesebb és hosszabb testű, meredekebb hátsójúvel rendelkező kialakítása legkényelmesebb. Viszont a kéztartás ugyan precíz irányítást tesz lehetővé, de nehezíti a gyors mozdulatok kivitelezését, és hát játékra nem a legalkalmasabb. Másik fogás, ahogy még szokták az egereket fogni, az a karomfogás, az úgynevezett claw grip. Ugyan kevesebb felhasználóra jellemző, de a játékosok körében talán a legelterjedtebb, csak ujjunk vége és a tenyerünk széli érintkezik a felületével az egérnek. Az erre kialakított formák jellemzően rövidebbek és karcsúbbak, egyenletesen és szolidan íveltek elejüktől a végükig. A fogás előnye a nagyon mozgékonyság és elfogadható pontosság, főleg RTS és MOBA játékosok szoktak ehhez a kiesztatáshoz. Én is egyébként így fogom ezt az egeret, nagyjából egyébként így néz ki, de majd itt a képen szerintem láthattátok. Illetve a harmadik fogásunk az pedig nem más, mint az újhegy fogás, ez a tip grip. Ez a legritkább kiesztartás, ennél értelemszerűen csak ujjunk hegyével tartjuk kontroll alatt a rágcsálót. Ha így használjuk az egeret, akkor egy csuklótámasz gyakorlatilag kötelező, hogy ne fáradjon kezünk a használat közben. Az erre kitalált jószágok a legrövidebbek, a legkönnyebbek és már-már laposak, ezzel a fogással lehet a legnagyobb gyorsaságot elérni, de a pontosság viszont hátrányban van. Úgyhogy hát nem tudom, írjátok le kommentbe, hogy ti hogy fogjátok az egeret, illetve már most mondom, hogy ne felejtsetek el feliratkozni a csatorna, illetve van egy Instagramom sem, ami Kukacjusú TV, keressétek meg, és akkor nézzük az egereket. Hogyha nézitek a tech videóimat, akkor láthatjátok, hogy különböző aspektusból és különböző szögekből próbálom bemutatni ezeket a termékeket nektek. Most ismételten egy új környezetben vagyunk, ugye nem a legnagyobb a hely, másrésztről meg nyilván a fényviszonyok, különböző softboxok, stb. Úgyhogy remélhetőleg ez most egy jó beállítás lesz, nekem egyébként nagyon tetszik, remélem, hogy nektek is. A lényeg az, hogy itt vannak most előttem az egerek, és hát azonos egereken fogjuk most megnézni, hogy hogyan is néznek ki a mostani egerek. Nagyon-nagyon sokat fejlődtek egyébként, és nagyon érdekes egerek vannak. Az első, amit szeretnék nektek megmutatni, az itt is van, és nagyon jól lehet látni egyébként. Ez egy Asus ROG Gladius 2-es egér, pinkes kiszerelésben, viszont ennek van a tesója, ami szintén ugyanolyan, ez pedig a sima Optical Gaming Mouse, ez is ugye a Gladius 2-es. Gyakorlatilag semmi különbség nincsen a kettő között, annyi, hogy ez rózsaszín. Ugye az Asusnak van most ez a külön ágazata, ahol igazából ezeket a rózsaszín tech cuccokat erősíti, van belőle rózsaszín billentyűzet, ugye láttunk már, rózsaszín egerek, rózsaszín felhallgatók, és eléggé szeretitek őket, úgyhogy ebből a Gladiusból is csináltak nektek egy rózsaszínt. Mindjárt meg is mutatom egyébként, hogy hogy néz ki a másik kettő. Itt van a rózsaszínünk, itt van
a simánk. Én most a rózsaszínt fogom nézni, mert a pólom is rózsaszín. Gyorsan, tényleg pár mondatot szeretnék csak mindegyikről elmondani, mert annyiféle fajta van, hogy egyszerűen órákat lehetne róla beszélni. Már azon is gondolkoztam egyébként, hogy mindegyikről kellene külön csinálni mondjuk egy ilyen 5 perces teszt videót, mert tényleg nagyon jók ezek az ekerek, és érdemes lenne bemutatni és egy kicsit közelebbről megismerni, úgyhogy igyekszem tényleg nagyon-nagyon röviden, csak a leglényegesebb dolgokat elmondani a különböző egerekről. Mint például fogás, anyaghasználat, kábel elrendezés, stb. Ha ráteszük a tenyerünket az egerünkre, akkor láthatjuk, hogy gyakorlatilag teljes mértékben befogja a tenyeret, ami azt jelenti az én olvasatomban, hogy viszonylag nagy tenyerű játékosoknak van ez kitalálva. Nekem egyébként ez baromi kényelmes, szerintem az egerek közül egyébként ez lesz a legelterjedtebb egér, majd megpróbálok ilyen nagyságrendi tóligárakat ide valahova leírni, hogy lássátok, hogy körülbelül mi mennyibe kerül. Egyébként a videónak a leírásában meg fogjátok találni mindegyiket egyesével, és vannak külön specifikációk árakkal megspékelve, úgyhogy akit érdekel valamelyik egér, az nézze meg nyugodtan, és akár meg is tudja vásárolni. Szóval nagy tenyerűeknek való, a kábelezése az a megszokott mostanában, az Asus Evvel kooperál, most már nagyon-nagyon sok másik egerentyű is, ahol gyakorlatilag megvan a helye, ki tudod húzni, nem foglal sokat, nagyon jó így a doboznak az elhelyezése is, ugye, amiben tárolod magát az egeret. A kábel az körülbelül egy 1,5 méter hosszúságú, tehát nem a leghosszabb, viszont nem is a legrövidebb. Maga a kábelnek az anyaga, az eléggé vastag. Most utána olvasgattam azért, hogy most fontos az, hogy szövet legyen az egeren, vagy nem fontos. Igazából, hogyha ügyes vagy, akkor nem ezen fogsz csúszkálgatni. Nekem egyedül mondjuk a fejhallgatóknál azért fontosabb az, hogy viszonylag vastag legyen a kábel, hiszen ide-oda mennek a kábelek, és hát rajta gurulok. Az egereknél azért ez nem nagyon jellemző, hiszen ha már gurulsz egy egeren, az már azért elég gáz, vagyis hát a kábelen. Van egy oldalsó 2 gombunk az egerünkön, ami nekem nagyon-nagyon hasznos, például Fortnite-nál ez kiváló, és ugye itt van középen a DPI állítónk. Gyorsan megnézem, hogy hány DPI a maximumja. 12.000 DPI a maximum, amit tud, és optikai egyébként maga az egér. Tehát nem rossz, azért 12.000 DPI már nem olyan rossz, nem is fogod szerintem használni, szerintem a 3-4.000-et használsz belőle, akkor már sokat is mondtam, viszont hát elég kis formás egér. A következő egerünk a Rockstrix Carry, amit itt láthattok. Na most egy első ránézésre nem tűnik olyan picinek az eger egyébként, de higgyétek el, hogy nagyon durván picike. De most a tenyerem az, hát viszonylag nagy tenyerem van, és elveszik benne gyakorlatilag az egér. Nagyon-nagyon érdekes a fogása, viszont meg lehet szokni, ilyen karomfogással kell ezt tulajdonképpen fogni. Én azt mondom, hogy inkább ilyen kis tenyerű játékosoknak ajánlanám ezt az egeret. Most nagyon jó, mert van hozzá ilyen kis szütyőke, amiben bármikor bele tudod tenni, és gyakorlatilag full hordozhatóvá válik az egérrel, is tüntettem. Amit az egérre, hogy első körben tudni kell, most így gyors tapintásra, hát az oldala az ilyen gumírozott, itt láthatja, de bocs, hogy most oda nézek, csak közben figyelnem kell, hogy jól látjátok-e. Szóval az oldala az ilyen gumírozott, fölül van nekünk egy DPI állítónk, illetve van nekünk egy görgőnk, amit be tudunk nyomni, és jobbra el tudunk húzni. Alul van nekünk egy állítgató gombunk, ugyanis ez az egér a többihez képest annyiban különbözik, a többi wifi egérhez képest, hogy ez elemmel működik. Megnéztem, körülbelül olyan 300 órát ír egyébként, tehát 300 óra non-stop játékidőt bír egyetlen egy elem töltéssel, ami azért, lássuk be, hogy azért nem olyan rossz. Különböző kategóriákban tudod állítani, egyrésztről van egy 2,4 GHz-es wifi, amin tud kapcsolódni, nyilvánvalóan belül van ennek az adapterje. Van nekünk egy Bluetooth-unk, ami szintén be tudod állítani, tehát gyakorlatilag te tudod eldönteni, hogy éppenséggel min kapcsolódj. Attól igazából nem kell manapság már félni, hogy vezeték nélküli az egeret, hiszen manapság már olyan jól megcsinálják ezeket a vezeték nélküli egereket, hogy gyakorlatilag nincsen delayed. Régebben voltak azért vele problémák nyilvánvalóan, hogy meg előítéletek voltak, egyébként nekem is voltak sztereotípiáim azzal kapcsolatban, hogy a wifi egerek azok nem feltétlenül jók, viszont ezt abszolút el kell oszlatnom. Nagyon-nagyon jó, kipróbáltam, és tényleg semmiféle delay nincsen az egérrel kapcsolatban, úgyhogy nagyon-nagyon jó választás. Még amit meg akartam mutatni, az egy nagyon érdekes dolog, le tudod szedni így full az előlapját, és oda tudod betenni az
egerentyűt, utána fogod és egy mozdulattal visszateszed. Nekem nagyon-nagyon tetszik az eger, nyilvánvalóan az én kezemhez ez picike, viszont a kisebb tenyerű játékosoknak tökéletes választás. A negyedik egerünk az én egyik személyes kedvencem, a Strix Evolve Gaming Mouse. Gyakorlatilag egy teljesen átlagos méretű egérről beszélünk, egy elég erős, masszív ilyen szövet kábelezéssel. A gombok azok gyakorlatilag ugyanazon a helyen vannak, mint eddig. Van fölül egy gombod, ami ugye a DPI állítod, valamint oldalt van két gombja. Na most jön a csavar, ugyanis ez az egér az arra hivatott, hogy nem csak jobb kézzel fogod tudni ezt az egeret használni, hanem akár bal kézzel is. Szóval megszokhattuk már, hogy az embereknek, vagyis az egereknek a 90%-a, sőt talán a 99%-a jobbkezes embereknek készül. Viszont az Evolve-nál gondoltak arra, hogy mi van akkor, hogyha nem jobbkezes vagy, hanem balkezes. Úgyhogy egy nagyon egyszerű mozdulattal fogod, és le tudod szedni ezt a panel részét. És már is a jobbkezes egérből varázsolhatsz egy balkezes egeret. Na most a gombok nyilvánvalóan úgy vannak itt tervezve, szóval láthatod, hogyha mondjuk jobb kézzel fogod meg az egeret, akkor itt van a két gombod. Ha viszont bal kézzel fogod meg az egeret, akkor nyilvánvalóan a jobb oldalon vannak a gombok. Szerintem baromira ötletes és egyébként hatalmas újításnak gondolom, hiszen teljesen mindegy, hogy te most milyen kézzel, balkezes vagy jobbkezes. Itt kell az összes egérnek működni egyébként, hogyha jobban belegondolsz, mert jó, nyilván ritkábbak a balkezes játékosok, azt azért ki kell emelni, viszont hát nem szabad őket elfelejteni szerintem, úgyhogy ez az egér ez abszolút hivatott erre, mindenféleképpen ajánlom, hogyha balkezes vagy, sőt, ha jobbkezes vagy nyilván akkor is. Megnézzük, hogy hány DPI-os az egerünk, mert így fejből ezt sem tudom. Na nézzük, csak 7200 DPI-os optikai szenzor, tartalma egyébként a dobozunknak egy egér, két darab roglogó matrica, két top cover set, ugye amit próbáltunk, illetve megmutattam, hogy rá lehet rakni, illetve egy ilyen felhasználói dokumentáció. Az ötödik egerünk az egy nagy ágyú egyébként, ez a rog, hát spatha, remélem, hogy jól mondom ki, nem spárta, mint ahogy sokan mondjátok, hanem spatha. Ez hát elég masszív dobozzal rendelkezik, egyszerre wireless-es és kábeles egérről van szó. Oldalt itt hátul vannak különböző információk, amit meg tudtok nézni, például magnézium bevonatú 8200 DPI-os lézeres szenzorja van, kétleveles DPI állíthatója van, és van neki külön flash memóriája, amit egyébként hozzá is fogtok kapni, valamint van neki egy ilyen LED battery indikátora is, amivel ugye rá tudjátok tenni ezt töltőre. Az egerünk az egyébként így néz ki, hát hogyha egy első ránézésre mi a vélemény róla, hát az, hogy batár egyébként, nagyon-nagyon durván nagy ez az egér, viszont iszonyatosan rá tud feküdni a kezemre, tehát ha megnézitek, akkor pontosan az én tenyeremre van ez méretezve. Igazából ez az egér egyébként hát hivatalosan MOBA játékosoknak van feltüntetve, nyilvánvalóan azért, mert rengeteg gombbal rendelkezik, tehát itt a bal egér, vagy a bal kliknél alapból van két gombunk, ami egyébként iszonyat jó helyen van, nem pont, tehát nem az a félrenyomós, tehát nem az, amikor le akarod nyomni a bal klikket, és véletlenül megnyomod ezt a kis gombot, hanem pont olyan helyen van, ahova azért félre kell nyúlnod, de még bőven-bőven újra esik. Oldalt van egyébként 1, 2, 3, 4, 5, 6 gombja ennek az egérnek, illetve fölül van neked egy DPI állítód, alul egyébként egy kicsit ilyen palacsinta jellege van egyébként ennek az egérnek, van egy power gombunk, illetve itt van az érzékelőnk, amivel össze tudjuk kapcsolni a töltővel, tehát ennek saját töltője van, ilyen dokkolószerűsége, és gyakorlatilag ennyi, itt van még a kábel helye, tehát összességében, hát nem tudom, tehát hogyha nekem tényleg választanom kéne így az egerek közül, és mondjuk nagyon-nagyon elfogult lennék, akkor hogyha érzésre kellene egeret választani, akkor ez biztos, hogy benne lenne a topba, iszonyat jó az az egér egyébként, és nagyon-nagyon durván kényelmes, tehát teljesen tökéletesen ráfekszik a kezemre, brutál pihentető. Hatodik és egyben utolsó előtti egerünk, ez a ROG Gladius 2 wireless. Ugye láthatok már az elején, amit mutattam nektek a rózsaszint és a simát, hogy ez egy kábeles verzió. Na most ennek a Gladiusból van egy wireless verziója is, ami gyakorlatilag ugyanaz a kialakítású, mint az előző. Hát ez wireless is, illetve kábeles is, mert hogy van hozzá egy bluetooth-os adapterszerűség, amivel tudjátok fogni, vagy wifi-s, és wireless-es, na, jól mondtam, igen, illetve van hozzá egy kábel, amivel szintén
kábelesét tudjátok varázsolni, és gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint az első. Erről már beszéltünk, ez annyival tud igazából többet, hogy akár vezeték nélkül is fogjátok tudni használni. Ami szerintem nem rossz, a Carry-hez hasonlóan itt is van Bluetooth-od, illetve van Wi-Fi-s megoldásra lehetőség, valamint nyilvánvalóan, hogyha kikapcsolod, akkor természetesen kábellel is fogod tudni használni. Szóval ez az egér, ami gyakorlatilag bárhogy tudsz kapcsolódni a számítógéphez, iszonyan durva. Egyébként itt van hozzá a kis sticked, ezt fogod, bedugod a gépbe, és már is működik. Hetedik és egyben utolsó egerünk, ez a... Hát itt szerényen The Choice of Champions néven futtatja a Republic of Gamers, hát ugye a bajnokok választása, Sika névre hallgat, remélem, hogy jól lehettem ki, ez is egy gaming mouse, gyakorlatilag így néz ki a doboza, hát a mögött nézem, hogy mik vannak, 5000 DPI-on megy egyébként, a doboznak a tartalma egy egér és két darab ROG logós matrica. Az egerünk egyébként így néz ki, teljesen egyszerű egérről van szó. Nekem egyébként nagyon tetszik, ilyen nagyon dizájnosan van véve a figura, egy kicsit ilyen, hát egyszerű, de mégis nagyszerű téma. Oldalt nincsenek gombjaink, fölül van két gombunk, a szokásos, ugye a bal jobb klikkünk, van nekünk középen egy görgünk, amit szintén le is tudunk nyomni, és gyakorlatilag ennyi. A fogása viszont barom jó. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Ezzel el tudom azt képzelni, most pillanatig kicsit le is teszem így a földre, vagy így az asztalra. Ezzel el tudok képzelni egy gyorsabb mozgatást. Az egér az viszonylag könnyű, és most megnéztem, hogy bal kézzel és jobb kézzel is tudom igazából használni, mert hogy teljesen szimmetrikus az egér maga, úgyhogy teljesen mindegy, hogy bal kézzel vagy jobb kézzel fogod meg, gyakorlatilag ugyanaz az érzésed van ezzel kapcsolatban. Nem rossz, ugye egy ilyen szürke borítás oldalt, egy ilyen kis piros dizájncsík. Nekem tetszik egyébként ez az egér, optikai gaming mouse-ról van szó szintén, a kábeles elvezetése fix. Tehát nem tudod kicserélni, viszont szerintem ebben az árkategóriában ez nem is nagyon lényeges. Hát nagyjából egyébként így néztek ki az egereink, ugye megnéztük ezt a 7 egérfajtát. Hát én azt gondolom, hogy nem rosszak, vannak olyanok, amik azért kifejezetten nagyon-nagyon jók, és bátran ajánlom őket, hogy használjátok, mert tényleg ezek az egerek, amik most itt vannak, mindegyik valamiért egyébként szerethető, és hát nem mellesleg mindegyik frankó kis gamer egér, úgyhogy ha érdekel benneteket, akkor nézzétek meg a videónak a leírásában, hiszen benne vannak, és hát utána tudok nézni ezeknek az egereknek kicsivel bővebben is. A DPI. A DPI az egereknél ugye nagyon-nagyon sok cég azzal megy, hogy nem tudom, ezt úgy 15 000 DPI-t, az 18 000-et, az 13-at, gyerekek, 6 000-nél több DPI-t nem fogsz használni. Tehát teljesen fölösleges, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy ne a DPI szerint vásároljon, és ne azt nézze, hogy hát ez tök olcsó az egér, viszont a 18 000 DPI tud. Nem az a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy hogyan alkalmazkodik a kezedhez, hogyan tudod megfogni azt az adott egeret, és hogyan tudod mozgatni. A DPI ez egy teljesen másodlagos dolog. Ha már tud egy 5-6 ezeret, ugye látjátok itt is azért ilyen 5200 és mondjuk 8000 körül mozogtak a DPI-ok, nem kell magasabb DPI szám egyáltalán. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és remélem, hogy élveztétek. Igyekszem majd nem hosszúra megvágni. Illetve ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogyha tetszett ez a videó, hiszen hát mostanában azért egy kicsit úgy elhigult ez a dolog, mert oké, megnézzük stb., de úgy annyira nem ment ez a feliratkozás téma, úgyhogy ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogyha tetszett ez a videó, illetve ne felejts el dobni egy lájkot sem, valamint van egy Instagramom, ami Kukac Juzsu TV, ott viszont napról napra bővülünk, úgyhogy várlak téged is oda a csapatba is, és hát találkozunk egy legközelebbi live-ban vagy egy videóban. Én Juzsu voltam, sziasztok!